Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják húsvét hétfőn. A mai műsorban ellátogatunk a Váli Szeretett Szoborhoz. Szó lesz a családdá válásról, és egy húsvéti különlegességet is mutatunk Önöknek. Tartsanak velünk! Azoknak, akik a szép időben szeretnek kirándulni, van egy jó hírünk. Nem kell messzire menni ahhoz, hogy egy igazi különlegességet csodálhassunk meg szép környezetben. A Váli Szeretett Szobor megtekintését érdemes felírni a kiránduló listára. Dróthúzalokból hajtogatott óriás szoboregyüttes, a Szerelem című alkotása 2015-ös nevadai Burning Man fesztiválon lett világhírű. De nem kell olyan messzire utazni, hogy láthassuk, ugyanis 2017-ben a Fejér megyei településre Várra érkezett a Haraszti pincészet tulajdonosai jóvoltából. Azóta sokan a csodájára járnak a 10 méter magas, 16 méter széles szobornak. Kovács Miklós a napokban olvasott egy cikket a szobor történetéről, szinte azonnal útnak is indult, hogy láthassa az ukrán művész Alekszandr Milov munkáját. A férfinek a szobor látványa a szülők közötti konfliktus gyermekekre gyakorolt hatását juttatta eszébe. A szülők konfliktusáról, illetve a gyerekek szeretet vágyáról szól ez, hogy szembának és nyújtják a kezüket, közben a szülők háttal vannak egymásnak, és hát valamiért nyilván okkal vagy ok nélkül durcásak, és a gyerekek viszont már alig várják, hogy kibéküljenek, mármint a szüleik. A szeretett szobor egymással háttal ülő, magába forduló, drótokból megformázott férfi és nő alakot ábrázol. A pszichológus szerint minden jó műalkotás több rétegű és összetett mondani valót juttat nézője eszébe. Egei Tíme azt mondja, számára a párkapcsolatok konfliktusait jeleníti meg az alkotás. Ez egy kicsit az a fajta helyzet, mint amikor két felnőtt konfliktusba keveredik, és nagyon nehezen találják vissza az utat egymáshoz. Tehát, hogy a bennünk élő gyerek, amikor kétségbe esetten vágyik a szeretetre, a másiknak a megérintésére, arra, hogy ezek a konfliktusok, ezek a rácsok eltűnjenek, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mozzanata ennek az egész történetnek, meg szerintem a szoborénak is, hogy valójában, ha felnőtt kapcsolódásról beszélünk, akkor nem a gyermeké, hanem a felnőtt kapcsolatnak van létjogosultsága. Tehát nem a bennünk élő gyermek szeretete a lényeg, mert a gyermeki szeretet az önző és zsarnok. A pszichológus hozzátette, a konfliktusok feloldásának első lépése a felismerés. Meg kell tanulnunk folyamatosan felnőtt üzemmódban kapcsolódni egymáshoz, különben elcsúszik a kommunikációnk is, és kialakulnak a párkapcsolati játszmák. Szóval borzasztó fontos az, hogy felismerni, amikor a bennünk élő gyermek szeret, vagy a bennünk élő gyermek akar, vagy birtokol, és felismerni azt, amikor felnőttként tudunk teret adni a másiknak, és felnőttként tudunk úgy kapcsolódni hozzá, hogy ez egy egyenrangú kapcsolat legyen. Egei Tíme szerint attól zseniális a szeretett szobor, hogy nézőjében kérdéseket vet fel és gondolkodásra késztet. Tovább tudjuk gondolni, hogy valójában mit jelent a konfliktus, mit jelent ez a harag, mit jelent az, hogy hátat fordítunk egymásnak, milyen az, amikor belül kétségbe esetten ezzel a gyermeki őszinte ártatlansággal, tisztasággal azért még próbálkozik az ember, de közben a ránk aggatott játszmák, szerepek, a hozott minták mindezt megakadályozzák, és úgy maradunk egymásnak háttal. A szeretett szobor Válon magánterületen áll, de a birtok nyitott, bárki megtekintheti. Az elmúlt időszakban megsokszorozódott a látogatók száma, ezért a településen élők azt kérik a kirándulóktól, hogy ne szemeteljenek és viseljenek maszkot.
Életünk egyik legfontosabb alapköve a család, amikor a párból egy szövetség, egy új közösség válik, amikor az én és a te fogalmát felváltja a mi fogalma. Ezzel foglalkozunk a mostani Együtt magazin részletben, a családdá válásról lesz szó. Csiki Anna, kineziológus párkapcsolati coach, a vendégem, nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm. Azért, amikor egy párkapcsolat megérik arra, hogy egy szinttel feljebb lépjen, legyen szó házasságról, vagy arról, hogy összeköltöznek, és akár babát vállalnak, az mindig egy nagyon fontos lépés. Ilyenkor válnak a tervekből tulajdonképpen döntések. De milyen fontos, hogy megmaradjanak a szerepek, nő, férfi, anya és apa. Hogyan tudjuk ezeket a szerepeket megtartani? Hát igazából egy nehéz világban élünk abból a szempontból, hogy nincsenek olyan mintáink, mint például, amit a szüleink le tudtak követni. Ugye, hogy egy picikét csinálunk egy időutazást, és megnézzük ezeket a generációs vonalakat. Az én édesapám egy kis faluban élt, Gyergyó alfaluban, ott született, és nagyon sok meséje van erről a történet, ezekről a történetekről, akár a párválasztásról, és ugyanígy a családdá válásról. Én mindig azt szoktam mondani a mostani fiataloknak is, hogy már nem tudunk úgy élni, mint ők, de érdemes átcsempészni a mai korban bizonyos dolgokat, amiket ők talán jól csináltak. És ezekből a történetekből tudom, hogy azért ott a családdáválást, a párválasztást is egy egész család segítette. Eljött a maga ideje, fiúk, lányok életében. Sokkal kisebbek voltak ezek a közösségek, ahol már ismerték egymást. Ugye a városiasodás az egy kicsit kitágította ezeket a fogalmakat, már nem ismerjük úgy egymást. Tehát megvoltak ennek a hagyományai, megvolt a maga menete, megvolt a maga ideje. És ott, hogyha a fiúk, lányok körbenéztek, akkor ebben a menetrendben, ha beleállították a kis életüket, akkor ez a párválasztás, családdáválás, azok a szempontok, amiket nézett egy fiú vagy egy lány a másikban, azok ugyan adottak voltak. És nem voltak magukra hagyva, hiszen a család ugye az egy generáció volt, vagy egy sokkal tágabb fogalom, beleértve a keresztanyákat, a keresztapákat, a nagybácsikat, nagynéniket, és mindenki azon volt, hogy mindenki találjon magának párt. Szóval egész más volt ez a világ, és egész másképp keresték a párjukat az emberek más szempontok alapján is. Ez most egy kicsit nehéz, mert korban, időben is kitolódik. Nem mindenki 18-19 évesen jut el erre a döntésre, hogy családot alapít, hanem valamikor sokkal később. És ezekben már nem mindig tud a család úgy belefolyni, segíteni, odafigyelni, nem is igénylik a fiatalok ugye ezeket a bevállalt szerepeket, amiket a család bevállalt, úgyhogy egy kicsit magukra vannak hagyatva ebből a szempontból. Ezért ilyen értelemben nincs ez a külső támogatás. Milyen érzéseket válthat ki egy nőből és egy férfiből egyaránt, amikor már ott van a gyerek? Azért az mindig egy hatalmas nagy mérföldkő. Amikor a nő anyává válik, a férfi pedig apává. Ott mi történik úgy lelkiekben, mi az, ami lezajlik ilyenkor a szülőkben, amikor már ott a gyermek? Ugye ez is egyénfüggő, teljesen más, nyilván korfüggő is, meg egyénfüggő is, hogy ki hogyan válik apává. Nekünk nőknek egy picit talán könnyebb. Bennünk vannak azok az ösztönök, amik mondjuk a férfiakba, akkor alakul ki, amikor már ott van a baba. Elég sok párt kísértem el ezen az úton, amikor ugye próbálkozások vannak, szeretnénk a babát. Egy picit a nők jobban sürgetik ezeket a folyamatokat, és itt is teljesen más a különböző történeteknek a kimenetele ilyen szempontból. Amikor ugye megszületik az első baba, az megint csak azt mondom, hogy belefolyhat akár egy egész generáció ennek a segítésébe, ennek a várásába, de sokszor a fiatalok megint csak azt mondom, hogy a maguk kútfőjéből próbálják meg kialakítani azt, hogy mit hogyan szeretnének. Én szoktam mondani a férfiaknak is, hogy egy picikét legyenek ilyenkor türelmesek, hiszen egy nő, amikor anyává válik, mindenkiben van egy pici anya. Igen, igen. Meg van a nő, ugye? És ez megfordul, amikor megszületik a baba, akkor sokkal inkább az anya minőség, és sokkal kevesebb a nő minőség. Ilyenkor a férfiak egy picit türelmetlenek szoktak lenni. A gyerekre fókuszál. Mert a gyerekre, igen, a nő sokkal inkább a gyerekre fókuszál, de egyébként nagyon szépen oda tudnak idomulni a férfiak is. Nyilván mondtam, hogy korfüggő, ha túl fiatalon találkoznak, ami most már azért elég ritka, de találkoztam ilyennel is. És éppen a fiú jön el az
szülői háztól, szoktam mondani, a PlayStation elől éppen átül a baba szőnyegre csillámpónézni a kislánnyal, az egy elég nagy kihívás, de ebben is láttam nagyon szépen megugrott feladatokat, de mindenképpen egy fiatal házas párnak az életében ez egy óriási lépés, egy óriási mérföldkő, hogy családdá válni, és apává is, anyává is válni. Itt jön be tulajdonképpen a felelősségvállalásnak a fogalma, hogy mennyire fontossá válik az, hogy figyeljünk a gyerekre, gondoskodjunk róla. Tulajdonképpen, hogyha egy kicsit csúnyán akarok fogalmazni, illetve nem akarok, de talán ez a legigazabb az első időszakra, amikor megérkezik a gyerek, hogy őt életben kell tartani. Főleg, ha az első gyerekről van szó, és még nincs képben az anya és az apa, hogy mi a jó annak a gyereknek, vajon most miért sír, mit kéne tennem, hogy ott indul el a felelősségvállalás, és az a csapatmunka, ami hát aztán végül is egy életen át ki kell, hogy tartson. Igen, az a jó, hogyha ez a felelősségvállalás már a házasság vagy a családalapítás előtt megvan. Tehát igazából ők tudnak hamar belerázódni ezekbe a feladatokba, ahol ez már megvan. Ugye most kitolódtak a dolgok, nagyon sokan élnek a szüleikkel együtt, kihúzzák ezeket az időszakokat, kevésbé próbálják ki magukat az életbe előtte, hogyha igen, fiatalokról van szó. És nehéz ilyenkor a váltás, mert akkor így csőstől jönnek ezek a dolgok, ez a felelősségvállalás, de igen, ott már fel kell nőni ehhez a feladathoz, mert a gyereknek erre van szüksége, erre a biztonságérzetre, amit ez a felelősségvállalás, ez meg tud adni a szülőknek, és itt indul el akkor a család. Ugye milyen érdekes dolog, hogy a család az mennyire egy kedves dolog számunkra, és egy bizalomgerjesztő dolog számunkra, ha kimondjuk, hogy család. Ugyanakkor több válás pedig már akkor elindul, vagy akkor alakul ki a pár életében, amikor megjönnek a babák, a gyerekek, stb. Tehát, hogy az már okoz egy olyan konfliktus forrást akár, amit adott esetben a pár nem tud megoldani, és elválnak az útjaik. Pedig nagyon sok esetben ennek nem így kéne, hogy nem így kellene lennie, sőt, abszolút nem így kéne lennie. A kitartásunkon múlik ez? Az összecsiszolódáson? Vagy mi az, amin múlik, hogy tulajdonképpen te ne erre menj, én pedig arra, hanem tovább menjünk együtt egyenesen? Min múlik ez? Ugye egy kapcsolatban is vannak szintek, és erre fel kell előre készülni. És itt mondom azt, hogy milyen nehéz, amikor nincs egy olyan minta, nincs a generációnak egy olyan támogató légköre, amiben a fiatalok mondjuk ezt megtapasztalják, hogy igen, a szerelem az átalakul, a nagy rózsaszín köd az feloszlik, hogy amikor már gyermek van, akkor egész más szemüvegen keresztül nézzük a világot, és nem mindig az én a fontos, amit ugye a világ most diktál, hanem ahogy mondtad is, hogy kialakul ez a mi fogalma. És ebbe igen, bele kell kalkulálni azt, hogy jön egy következő szint. Ugye szoktuk mondani, hogy a párkapcsolatok olyan 7 évente megsínlik. Igen, ez érdekes. Igen, hogy ezek a 7 évek, és én nekem az a tapasztalatom, hogy kisiskolás korban jön el először az a mikor meginog a család, akkor mikor kisiskolások a gyerekek, és ez nagyon veszélyes, hiszen akkor legfontosabb lenne nekik az, hogy elindulnak az iskolában, a saját életükben, hogy az a háttér az meglegyen. És hát itt szoktam, amikor párkapcsolati tanácsadásra jönnek hozzám, hogy ezekben az időkben egy kicsit másra helyezzék a fókuszt, mások legyenek a fontos dolgok, hiszen régen például a férfinek és a nőnek a szövetsége az azért jött létre, hogy családot alapítsanak, és az utódoknak a szemszögéből nézték a dolgokat. Ma ez egy picikét másképp van, és ezért amikor meginog egy kapcsolat, akkor nagyon kevésszer látják azt, ha körülnéznek a fiatalok, hogy igen, akkor talán valamit kéne tenni, ne adjuk fel, ugorjuk meg ezt a következő szintet, és akkor itt van az a szint, amikor mondjuk borul egy család. Mibe láthat bele egy gyermek? Mi a te véleményed, mint szakember? Ő csak azt lássa, hogy anya és apa, vagy láthatja azt is, hogy igen, anya és apa szereti egymást? Tehát, hogy ők ugye egy kis közösség, egy szövetség, ahogy te is mondtad. Mi az, ami egészséges ilyen tekintetben, mondjuk egy 14 év alatti gyereknél? Mindenképpen legyen természetes az együttélés. Tehát, hogy nem kell semmit, úgy mondom, eldugni a gyerekek elől. Néha azt gondolom, hogy a gyerekek, szokták mondani a felnőttek, hogy mi nem veszekszünk a gyerekek előtt. Uh-huh. Gyerekek úgy is tudják, hogyha feszültség van
a felnőttek között. Nem baj, ha látják, hogy a szüleik hogy oldják meg mondjuk egy feszült helyzetet, hogyan vitatnak meg egy dolgot, nyilván nem itt az üvöltözésről van szó, hanem egy egészséges vitáról. Nem baj, ha ezt látják a gyerekek. Nem baj, ha látják azt, hogy igen, egy kapcsolatban van olyan, hogy haragszik az egyik a másikra. Nem baj, ha azt is látják, hogy a szüleik szeretik egymást. Mostanában egyébként találkoztam ilyen gyerekekkel, akik így belefurakodnak a szüleiknek a kapcsolatába, és ez a féltékenység, hogy anya, te akkor ne beszélj apával, apa, ne adj puszit anyának. Ilyenkor is érdemes a maga folyásában, a maga természetességével kezelni mondjuk ezeket a helyzeteket. Mi az az idő egy gyereknél, amikor mondjuk már az anya, vagy adott esetben az apa beavathatja őt akár a konfliktusba, akár az otthoni problémákba, vagy a gyereket azért inkább ilyen mélységekig ne vigyük ebbe bele, hagyjuk ki, és mindig az anya és az apa beszélje meg, vagy azért már van az akkor, amikor bevonhatjuk őket? Szerintem nagyon fontos az, hogy a bevonás helyett egy másik szót használnék, nagyon fontos az, hogy lássák a gyerekek, hogy zajlik egy család. Mert amikor majd ők kerülnek oda, hogy családot alapítanak, akkor egy csomó minden, ha tabu téma volt, tabu volt a családba, akkor nem fogja tudni, hogy álljon hozzá, és megijed, hogy akkor most itt mi van, ez nagyon nagy baj. Tehát, hogy ez fontos, hogy tudják és lássák. A beavatás helyett én inkább azt mondanám, hogy azt a biztonságot adja meg a férfi és a nő, az apa és az anya, hogy semmi gond, megoldjuk. Tehát, hogy a mi kezünkben van a megoldás. Tehát, hogy van gond, de van rá. Van gond, de hogy ezt mi fogjuk megoldani. Mm-hmm. Amikor nagyon ráterhelődik a gyerekekre, és ez általában a válláskor szokott lenni, hogy édesanyja mondjuk egyedül marad a gyerekekkel, és kicsit ráterheli ezt a magánéleti problémát, az apával való konfliktust a gyerekre, az egy óriási teher, akkor szoktak jönni hozzám a kamasz gyerekek például, vagy a kisgyerekek, mert ezt nem tudják feldolgozni, hiszen ő apából és anyából van, és amikor ezek mondjuk megterhelik egy válás során, az nagyon nehéz. De egyébként is, ha azt a gyerek azt érzi, hogy a szüleim nem tudják ezeket a dolgokat megoldani, akkor egy létbizonytalanság lép fel a családba, és azt átveszik a gyerekek. De van nagyon sok jó példa és pozitív példa, amikor igenis tudnak harmóniában élni a családok. Amikor még kicsi a gyerek, amikor már nagy felnőtt, tehát hogy van erre is rengeteg példa. Mi annak a titka? Hogyha egyáltalán van titok? Vagy itt az együttműködés maga a titok, a sikernek a titka? A felnőtté válás egyrészt, a felelősségvállalásnak a ténye, hogy két felnőtt ember találkozik, aki tud felelősséget vállalni a családért, ez nagyon fontos. Utána pedig az együttműködés. Ugye most megint csak téma mostanában ez, hogy férfi szerepek, női szerepek, ugye kérdezted is, hogy osszuk el, kinek mi a feladata. Én azt látom egy családban, hogy akkor működnek jól, ha ezek a szerepek, ezek már a kapcsolat elején valahol tisztázódnak. Mm. És nem kell attól félni, hogyha egy férfi mondjuk nőies feladatokat lát el egy családba, mert lehet, hogy a nő pedig éppen a pénzkeresésbe tud mondjuk egy nagyobbat oda tenni. De ez jó, hogyha a párkapcsolatnak az vagy a házasságnak az elején ezt tisztázzák a felek, hogy mi lesz a felosztás, nagyjából kinek mi a feladata, kinek mi a szerepe. Ugye mindig hozunk valamit az alapgenerációnkból, az alapcsaládunkból, és hogyha ott olyan mintát láttunk, akkor ezt össze kell csiszolni, itt jön az, hogy összecsiszolódunk, össze kell egy kicsit gyúrni, és akkor mi lesz a miénk. És igen, látok nagyon jó példákat. Ez nem könnyű dolog. Tehát, hogy ez nem dolgozni kell. Ez nem az a része az életnek, ami mondjuk egy ismerkedés, vagy a szerelemnek az első időszaka. Ezek már komoly feladatok, és hogyha két felnőtt ember találkozik, és meg tudják ezeket beszélni, akkor nagyon jól tud működni a dolog, és van türelem ahhoz, hogy igen, hogy csiszolódjunk, hogy tanítsuk egymást. Nemrég volt a praxisomban egy fiatal, nagyon fiatal házas pár, és náluk nagyon szép volt ezt végignézni, hogy a gyerekekből hogy válnak felnőtté, a felnőttből pedig apává és anyává. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szépen csinálták ezt, és nagyon példaértékű volt számomra látni az ő életüket. Én ezt a példaértékű munkát, mert hát azért ez bizony minden nap egy kemény munka, ugyanakkor érdemes csinálni, mert megvan a gyümölcse. Igen. Ezt kívánom minden párnak, minden házasságban, és minden párkapcsolatban. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, és Annának köszönöm, hogy ezeket megosztotta velünk. Tarts velünk legközelebb is, én azt kérem tőled. Köszönöm szépen a meghívást. Tojásfák hirdetik húsvétot a Szilva Magnál. A színes díszek ebben a nehéz időszakban is a tavasz és a remény üzenetét hordozzák.
könnyű időszak a mostani. Húsvét üzenetének talán soha nem volt még olyan mély üzenete, mint a mai időkben, mondta Breyer Éva. Marosegy önkormányzati képviselője szerint azonban nem szabad elveszítenünk a reményt. Minden tragédia után fel kell állnunk és tovább kell mennünk az úton. Soha nem volt a feltámadásnak és húsvét ünnepének olyan üzenete, mint a mai időkben. Amikor itt van velünk ez a vírus, és nagyon sok család élt át tragédiát, és hát nagyon sokan vagyunk veszélyben. Itt is szeretném elmondani, hogy nagyon fontos az átoltottság. De visszatérve a húsvétre, a feltámadásnak most különösen nagyon-nagyon fontos üzenete van, mert minden nagyon mély tragédia után mégis fel kell állnunk, és tovább kell mennünk az úton, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mostani húsvéti ünnepnek a keresztény világban és az egész világunkban különösen jelentős üzenete van. Emellett nyilván ez a helyzet szomorúságot is hozott számunkra, sokunk számára. Nem úgy élhetjük meg a mindennapjainkat, és nem úgy élhetjük meg az ünnepeinket, mint a megszokott időkben. És arra gondoltam, hogy ebben a nagyon letargikus hangulatban szerettünk volna valami kis örömet, valami kis mosolyt csalni az emberek arcára, és ezzel az ötlettel hívtam fel a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatóját, aki rögtön partner volt ebben, sőt természetesen, mint hát egy nagyon jó művelődési ház, ők maguk is kitaláltak ettől teljesen függetlenül, és az én ötletemtől teljesen függetlenül ötletet. Úgyhogy most ennek a megvalósítási helyszínén vagyunk, az egyik helyszínén. Természetesen én tudom, hogy ennek van kockázata, mert ugye ma látjuk, hogy ami közterületen van, hát vannak közöttünk olyanok, akik nem tudják ezt megbecsülni, és nem úgy érzik, hogy ezt meg kell hagyniuk, és fönt kell hagyniuk a köz számára. Tehát belekalkuláltuk, hogy esetleg egy-két színes tojás gazdára talál. Nyilván nem ez a cél. A cél az, hogy mindazok, akik itt jönnek, mennek, marosegyiek, vagy itt a Balatoni úton tartanak a környező településekre haza, a késő délutáni órákban, napközben, reggeli órákban ránézzenek, és egy picit legyen egy kis melegség a szívükben. A képviselő és a művelődési ház munkatársai Marosegy több forgalmas pontján, köztük a Szilva Magnál díszítették fel színes tojásokkal a fákat, hirdetve ezzel is, hogy tavasz van, közeledik a húsvét, és ne adjuk fel a reményt. Ez pedig már a Gárdonyi Géza Művelődési Ház udvara, ahol közösségi díszítésre hívták a környékbelieket. A járványhelyzetre való tekintettel mindenki egyénileg teheti fel tojásdíszét az udvaron lévő fára. Szerettünk volna mi is egy kicsit a marosegyi embereknek örömet okozni, ezért azt találtuk ki, hogy a Gárdonyi Géza Művelődési Ház előtt lévő fát díszítsük fel tojásfával közösen, így várjuk április 5-éig a saját kézzel készített tojásokat, ami lehet hungarocellből, műanyagból, természetesen rendes tojásból is. A kérésünk az, hogy bírja azért az idő viszontagságait, hiszen most azért annyira nem kegyes hozzánk ez az időjárás, és azt találtuk ki, hogy a tojásfa alatt lesz egy gárdonyi kincses tár, ami fiókokból áll, és aki hoz nekünk tojást, azonnan választhat egy kis apróságot. Ebbe találhatnak olvasnivalót, felnőttek maguknak könyveket, színes újságokat, gyerekek színezőket, kis apró ajándékokat, karkötőket, csoki tojást. Nyugodtan választanak belőle. Egy kérésünk van, hogy úgy választanak, hogy azért másnak is maradjon, aki odajön. Természetesen a kijárási korlátozásig, tehát este 8 óráig ott van elérhető a kincsestár napi szinten, hétvégén is, bármikor. Így tehát az önkéntes fadíszítők nem mennek el üres kézzel. És nem csak Maroshegyen, a belvárosban is tojásokkal díszítik fel a fákat a fehérváriak. Ez a kezdeményezés az egyik városi Facebook csoportból indult, és az akció kezdete óta szépen gyarapodnak is a díszek a fán. A Szent Imre templom mellett várják a lelkes dekorálókat.
Miközben a Turinform is csatlakozott az akcióhoz, hogy a magasabb ágak is díszbe borulhassanak, ők egy létrát ajánlottak fel a fához tojással érkezőknek. A tojásfa állítás hagyománya egyébként német területről ered, a tojások a termékenységet, illetve az élet-halál feletti győzelmet jelentették, a keresztény hagyomány szerint pedig Krisztus feltámadását szimbolizálják. Ez volt már az Együtt magazin, köszönöm, hogy velünk tartottak. Szerkesztőségünk nevében áldott ünnepet kívánok Önöknek. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!